2013-ban lehetőséget kaptunk egy tudományos kutatóprogramra, és itt a Trafo stúdióban meg is kezdtük a munkát. A kutatás középpontjába az került, hogy mi történne, ha egy komputert meg tudnánk tanítani táncolni. Találkoztunk Pap Gáborral és Hajdú Gáspárral, akik a kreatív fejlesztésben dolgoznak, illetve Alex Biemannal, és így négyen készítettünk egy prototípust, egy avatárt, ami képes elsajátítani a mozgásomat és táncol velem a színpadon. A mozgásérzékelők segítségével az emberi csontvázat tudjuk megjeleníteni, tehát különböző pontokat tudunk nézni az emberi testen, hogy a térben hol helyezkedik el. És a mesterséges intelligencia úgy működik, hogy igazából nem tud semmit az emberi testről, vagy arról, hogy mi van körülötte, és ezt az eszközt arra használjuk, hogy az emberi testet és a mozgást megtanítsuk neki. A koreográfiában három táncos és az avatár vesz részt, de a darab sikere nem csak rajtuk múlik. A színpadon van még egy fontos személy, aki a mesterséges intelligencia mozgásáért felel, persze csak részben. I don't control the specific movement of this avatar. Én nem kifejezetten az avatar mozdulatait irányítom, inkább különböző módokat váltogatok. Például egy olyat, ahol tanulja vagy utánozza a táncos mozdulatait, elsajátítja a mozgás alapjait, és elkezdi imitálni azokat. Vagy egy másik módban egész mozgássorozatokat tanul meg, és ismétli azokat. És végül pedig ő maga generálja a lépéseket. Minden, amit az avatár tesz, az én mozdulataimon alapszik, de annyira meglepően változnak a lépései, hogy valami mássá, valami újjá változik. Nagyon inspirálónak találom, rengeteg kedvesség van benne. Ahogy táncolok az avatárral, aminek ugyan nincsen saját teste, mégis a mozgása alapján azt érzem, hogy egy igazi ember. A dinamika, ahogy az avatár fogadja a mi mozdulatainkat, átalakul teljesen, ezáltal mi is új lépéseket generálunk. Teljesen a határainkon túlvisz bennünket, és azt hiszem, számomra ez adja a legnagyobb boldogságot. Hatalmas lehetőség van a mesterséges intelligenciában. Természetesen valamennyire vigyáznunk kell vele, de ahelyett, hogy elzárkózunk, fontos, hogy használjuk, hiszen jelen van az életünkben, és rengeteg lehetőség van a közös munkában, és természetesen inspirálódnunk kellene ebből a más jellegű intelligenciából.